Nagyon sok mindenhez van tehetségem, úgy érzem. Amitől én óckodtam meg ezektől a tehetségkutatóktól is, mert én azt láttam, hogy egy viszonylag normális ember, ha elmegy egy ilyen versenyre, mire vége van, legalább háromszínű haja van, meg mindenféle cifra gúnyába bújtatják, hát mondom, én belem bolcot nem csinál senki. Mindenki úgy gondolta, hogy attól lesz egyedül, hogy valamit hozzátesz, vagy elvesz belőle. Na de ezeket a műveket megírták becsületesen, ezeket csak úgy kell előadni, és a másik az, hogy szívből. De nem vagy az előtérben, nem vagy a bulvársajtóban, nem szerepelsz tévéműsorokban, nem pörgeted a szerencsekereket. Igen, csak hogy ez tudatos eltűnés a részedről, nem, vagy nem hívnak? De sose hívtak ilyen helyre. A Hová Tűnt mai vendége Mészáros János Elek, üdvözlünk szeretettel. Köszöntünk, szia! A 2012. évi Csillag születik győztese, aki hát a semmiből jött valójában tulajdonképpen oda akkor, és csont nélkül megnyerte az akkori talán egyik legnépszerűbb tehetségkutatót, és azóta azért kevesebbet hallunk rólad, vagy szinte alig egy évtizeddel a győzelmed után. Szerintem ez nem is gond, hát. Tehát én olyasmit nem csinálok, aminek ekkora hírverést kéne csapni. Én csak éneklek azóta is. Azóta is? De azért neked van egy másik mesterséged is. Persze. Tehát én agrármérnök vagyok, talajtani szakmérnök. Akkor még a földhivatalban dolgoztam, és hát mindenki óvott attól, hogy hát örüljök, hogy van egy tisztességes szakmám, és ott ne hagyjam, mert figyeljem majd meg, hogy egy-két év után azért szép lassan elfelejtenek, és hát én ezt el is hittem nekik. És hát amikor vége lett júniusban a Csillag születik, akkor július 1-én én mentem vissza a földhivatalba. Hát egy hónapot bírtam főállásba. Egy egész hónapot? Hát igen, mert utána már annyi koncert jött, hogy egész hétvégén mindig tele volt, és már hullafáradt volt, amikor visszamentem, és hát ugye ott is dolgozni kellett. Meg még ugye mellett ott vannak kert, szőlő, állatok, stb. Gazdaság. És akkor mondtam nekik, hogy hát én ezt így nem fogom bírni, meg ők is látták, és akkor kitaláltuk, hogy hát megpróbálom félállásban. Azt csináltam egy évig. Mellette volt 180 koncert. Oh. És akkor egy fél év után, akkor mondtam nekik, hogy hát, és egy év után, hogy hát én ezt így nem fogom bírni. És akkor kitaláltuk, hogy hát akkor csináljuk azt, hogy mivel hogy úgyis el fognak felejteni, hogy hát elmegyük fizetés nélkül szabadságra egy évre, és akkor a helyemre fel tudnak menni valakit határozott időre, és akkor majd meglátjuk egy év múlva. Hát egy év múlva visszamentem. Abban az évben 204 koncert volt. Jól elfelejtettek. És akkor mondták, hogy hát akit fölvettek a helyemre, az úgy gondolják, hogy nem akarják vele meghosszabbítani. Hát mondom, én is úgy gondolnám, mivel 2 évet lehet igénybe venni, hát akkor még egy évre elmennék. Mert úgyis elfelejtenek. Mert úgyis elfelejtenek, és akkor ebben az évben megint 204 koncertem volt. És akkor mondtam, hát hogyha eddig nem felejtettek-e, hát ha nem. És akkor mondtam, hogy akkor inkább leszámolnék. És aztán így. Az igazság az, hogy most itt ülve veled, tehát azt érzem, hogy egy tökéletesen szabályos, azaz egy teljesen szabálytalan emberrel van dolgom. Hát mihez képest? Mert hát ahhoz képest, hogy a sokszínű földhivatali lét, nem tudom, hogy egy földhivatalban mi zajlik, de ott azért nagy örjöngést, amikor valaha voltam földhivatalban, nem láttam. Hát bizonyára az ingatlan nyilvántartásban. Igen. De miért? Amúgy izgi hely? Hát mihez képest? Na, szóval, de ehhez képest azért a koncertek világa, egy tehetségkutató, bocsánat, örjöngése pozitív értelemben, az azért más. Plusz hát azért ne feledjük el a földet, a jószágokat, soroltad, mi volt még? Hát kertszőlő állatok. Kertszőlő állatok. Igen. Hogy jön ez a kettő együtt? Mert benned láthatóan ez tökéletes harmóniában megvan. Igen, tehát valószínűleg engem az Isten, amikor teremtett, akkor picit túlcsordult bizonyos fokig, akár testi adottságokba, akár tehetségbe is. Tehát nagyon sok mindenhez van tehetségem, úgy érzem, és és ez nem is hagy nyugodni, amíg ki nem fejlesztem magamból olyan szintig, amit már úgy gondolom tovább nem tudom. Az éneklésen kívül miben van még tehetséged? Mondj példákat, légy szíves. Hát főzés, sütés, akkor szerintem belőlem jó orvos is lehetett volna, tanár is, nem tudom, tehát nagyon sok mindent. Így ilyen tánc, meg ilyesmi, az nem. Pont most akartam kérdezni, hogy egyébként így. De nagyon kéne, biztos, hogy azt is tudnék. Amikor volt a műsor, akkor mondtam a koreográfusnak, hogy ne rám alapítsa az egészet. Nekem csak annyi dolgom volt, hogy innen oda menjek, meg valamit. Jobbra kettő, balra kettő. Igen, körülbelül, de elég is volt. Te a mai napig az édesanyáddal élsz. Igen, a nővérem. És ő szerette, amikor énekelsz? Hát nálunk mindenkinek jó hangja volt. Tehát neki is, édesapámnak, édesanyámnak is jó hangja volt, meg ahogyan úgy visszamentünk a családba, a nagyszüleim, nekik is, tehát gyakorlatilag én nem voltam kakuktojás ebben. Annyiba igen, hogy mindig énekeltem, ha kellett, ha nem. És ez nem is hagyott nyugodni. Rögtön 3 év után abba hagytuk a felsorolást, amikor már elfelejtettek, tehát minden évben elfelejtettek. Ma mit csinálsz? Ma hogy telnek a napjaid? Hogy néz ki egy éved? Hát ilyenkor az év eleje az mindig a hitnek a próbája. Ilyenkor ugye mindig az ember azt gondolja, hát most már úgy látszik, hogy mert január-február az tényleg ilyen állóvíz. Tehát akkor néha bálok vannak, most például holnap megyek egy újévi koncertre, utána lesz megint egy bál, múlt héten volt megint egy, meg ilyesmik, templomi koncertek kezdődnek, de ilyenkor mindig az van, hogy az emberbe a kisördő megszólal, hogy hát most már ez tényleg lecseng, igen. És akkor utána a tavasz elindul, és akkor, tehát hogy mindig csodának élem meg az Isten kegyelmének, hogy megszólal a telefon, ide hívnak, oda hívnak, jönnek az SMS-ek, jönnek az e-mailek, és valahogyan, hát ugye 2020 volt a mélypont, hát én mérnök vagyok, és én mindig írom, hogy hány koncert van, stb. Minden, tehát ez nekem minden le van jegyezve, hogy lássak tendenciákat, hogy hogyan változik, hogyan mozog, és 1576-nál járok most. Koncertbe? A koncert számába. 1570. Tehát a Csillag születik döntője óta igen. Máig... Hát ugye abban a fél évben is volt 100 koncert. A következő évben volt 180, aztán kétszer 204, aztán 180, aztán most pontosan már nem tudom, fejből, de le vannak írva. Na és akkor 2020-ban volt 42. Tehát akkor az év elindult úgy, ahogy elindult, és akkor március 13-án vagy 5-én, amikor bejelentették, hogy lezárják. Akkor én kimentem metszeni, mert hát így is metszeni kell a szőlőt, és akkor mikor végeztem a metszés, átmondom, és meg veteményezni kell. Akkor utána kapálni, akkor permetezni. Tehát csináltam a munkát, amire így is feladat volt, és összevettem észre, ja, most meg nem kell már menni koncertre sem, meg már munka sincs, és akkor meg elkezdtem gyalogolni, mert egy hét után össze-vissza ment a vérnyomásom, hogy nem mozogtam, nem énekeltem, ez így hiányzott, és akkor tavaszig valami 1000 kilométert lesétáltam. Persze akkor, amikor kijárási tilalom volt, hogy mikor sétálni az ember, tehát mindig vissza kellett időben jönni. Na mindegy, és akkor... És ezt ott a környéken, ahol élsz, ugye Alcsútdobozon élsz? Igen, faluba. Aha. Igen, a faluban? Ugye, tehát a falun belül? Hát igen, meg hát ugye a határ elég nagy. Tehát akkor ilyen... Tehát én azt vettem észre, hogyha... De nekem nem jó a tétlenség. Tehát én azt nem tudom. Tehát, hogy most ülök, aztán olvasgatok, hát jó, persze, este már, amikor az ember más nem tud, de hogyha nem mozgok egész nap, vagy nem csinálom, akkor valahogy nem esik jól. Hogy néz ki egy napot? Hány órakor kelsz? Hogy képzeljük el? Hát ez attól függ. Meg hát mekkora a gazdaság? Ja, tehát az most már amennyire tudtam lecsökkentettem, mert hát úgy nem lehet koncerteket elvállalni, hogy közben meg otthon 1000 dolog van, amire foglalkozni kell. Tehát hát a mai nap mondjuk úgy indult, hogy 6-kor keltem, de mert még volt, amit meg kell csinálni, mielőtt eljövök. De ilyenkor télidőben most már majd indulnak a metszések, akkor hát néha szoktam kolbászlőt tenni, szalámit, sonkát, ilyesmiket csinálgatok. Ebben eltelik. De valójában te életvitelszerűen akkor 2012 óta megélni a muzsikából éltél. Persze. Tehát ez maradt a fő hivatás. Igen, igen. Hát ugye azon gondolkodtam, hogy hát amit a földhivatalban csinálok, azt tudja más is. Így úgy, de tudja más is csinálni. És akkor amit meg én csinálok, azt meg ezek szerint nem nagyon csinálja más. És te aztán... már a Csillag születiknél is szerintem mondhatjuk azt, hogy egy szabálytalan előadó voltál. Ha definiálni kéne a művészetedet, akkor te ezt hogy definiálnád? Mit mondanád? Hát annyiban bizonyára szabálytalan voltam, hogy ahogyan bekerültem a művészvilágba, vagy ahogyan bekerültem az énekesek közé, azt ők nem nagyon kultiválták. Tehát, mit nem? Vagy az, hogy... Hát mert ugye normál esetben úgy lesz valakiből énekes, meg muzsikus, hogy beíratják a művészeti iskolába, és akkor 3 éves korában elkezd hegedülni, 4 éves korában zongorázni, megtanulja a szólfést, zeneelméletet, és akkor szépen növekszik, és azokkal az ismerősökkel, akik a zeneiskolában, vagy konzervatóriumban, vagy zeneakadémiában összeismerkedik, hát azok úgy segítik egymást. Hát én meg 31 éves voltam, amikor elkezdtem tanulni énekelni. Énekeltem én addig is, de hát abból sok minden nem volt. Igen, meg a malacoknak még mindenhol. Tehát meg metszettél és ment az úszó, ami jó. A malacok jobban hisztak a hangottal? Nem, de nagyon élvezték. Többen mondták, ugye? Tényleg. Tehát és 31 évesen akkor hogy jött az énektanulás? Ez úgy indult, hogy akkor ugye végeztem az egyetemmel, ugye még munka mellett nekiálltam az egyetemet is csinálni. Az első fél év végén meghalt édesapám, tehát akkor még az is a nyakamba szakadt, 22 évesen. Tehát akkor azért tele voltunk állattal, földekkel, stb. Minden. És akkor, de valahogyan a szakma úgy érdekelt. És akkor elkezdtem az egyetemet Mosonmagyaróváron, 92-ben, 98-ban befejeztem, és akkor 2001-ben hívtak a tőlünk Alcsúttól 15 kilométerre lévő Etyek település vegyes karába énekelni. És akkor ott a karnagy Magda Ildikó felfigyelt a hangomra, és akkor mondta, hogy hát azért ebben a hanggal még lehet, hogy lehetne valamit kezdeni, bár úgy gondolja, hogy én már nagyon sok mindenről lemaradtam. Hát ebben végül is igaza van, mert kottát olvasni most sem nagyon tudok, hát valamit segít, de és ott arraknak elő, hogy vadidegen művet én azt le nem blattolom. De mindegy, elkezdtük is. És akkor Isten különös kegyelme, hogy minden oda volt készítve 15 kilométeres körzetben. Tehát az Ildikó elkezdett vele foglalkozni, akkor Estefán Tünde zongora kísér éppen akkor került oda Etyekre, ő a zongorán kísért és segített felkészülni versenyekre. Jött a simán énekverseny, hát fél év énektanulás után elmentem, és hát olyanok előtt győztem, akiket abban az évben maximális pontszámmal felvettek a Zeneakadémiára, és akkor ebben már oda mertünk állni Nádor Magda opera énekesnő elé, aki szintén Etyeken lakott akkor. És megkérdeztük, hogy hát lehetnék-e a magánő vendég, és akkor azt mondta, hogy próbáljuk meg. És akkor utána tőle tanultam az éneklést, és aztán minden évben felkészített egy énekversenyre, azokat általában megnyertem, és akkor így jött a Csillag születik, amitől én óckodtam meg ezektől a tehetségkutatóktól is, mert én azt láttam, hogy egy viszonylag normális ember, ha elmegy egy ilyen versenyre, mire vége van, legalább 3 színű haja van, meg mindenféle cifra gúnyába bújtatják, hát mondom, én bennem bócot nem csinál senki. De akkor egy belső hang megszólal. Szóval akkor ez az eredeti hajszíned. Ez. És akkor, nem zavartak meg. Nem. És akkor ugye láttam 11 novemberében, hogy indul ez a verseny, mindenki biztatott, mondtam nekik, hogy köszönöm, nem. És akkor este egy belső hang azt mondta, hogy na, akkor most jelentkezz. Kitöltöttem a jelentkezési lapot. Már az is furcsa volt, hogy minden egyszerűen sikerült. Tehát interneten tényleg pillanatokat kitöltöttem, elküldtem, nem lett semmi. Jó. Közben indultam egy másik tehetségkutatón is, és aztán azon is bekerültem a döntőben, meg ezen is, és akkor mondták, hogy azt már inkább hagyjam a másikat, és akkor így így elindult ez. Na de a Csillag születik, ugye ez a negyedik évad, amiről beszélünk, igen, amiben te győztél. Ugye előtte volt már három. Az egyiket megnyerte Utasi Árpi, igen, a mesemondó. A másodikat megnyerte Tabáni István, igen, aki szintén volt itt énekes, vendégünk, igen, énekes, de hát pop énekes, nevezzük annak. A harmadikat megnyerte László Attila, aki akkor 16 év körüli volt, tehát egy fiatal fiú, szintén popdalokat énekelt. Tehát, hogy mit éreztél, hogy az a műfaj, amit te képviselsz, annak milyen létjogosultsága lehet egy hát, ilyen kereskedelmi televíziós nagy tehetségkutató műsorban? Én éppen arra voltam kíváncsi, hogy én azt vettem észre, hogy az igazi magyar értékeket, ami akár a népdal, akár a magyar nóta, akár az operett, akár ami olyan, azt lehet rámondani, hogy magyaros, az úgy kezd elsikkadni, meg olyan perifériára szorul. És arra voltam kíváncsi, hogy hát egyáltalán a magyar közönség kíváncsi erre. De ez benned kérdés volt? Igen, mert hát ugye a rádióban, a tévében nem úgy tűnt, hogy ezeknek létjogosultsága van. És amikor elindult a verseny, az egy rózsaszál az olyan hatást váltott ki mindenkiből, hogy hát és én csak ennyit akartam abban. És ez is nagyon érdekes, hogy minden, amire én gondoltam, miközben ezt a dalt énekeltem, mindenkinek ugyanaz jutott az eszébe, hogy lássátok, ilyen szép egy egyszerű magyar ének. Semmi más nem akartam. Hát mert ilyet azért valóban, ahogy mondod, nagyon régen lehetett látni, igen, és hallani. Igen. Főleg kereskedelmi tévében. Igen, mert ugye mindenki úgy gondolta, hogy attól lesz egyedi, hogy valamit hozzátesz, vagy elvesz belőle. Na de ezeket a műveket megírták becsületesen, ezeket csak úgy kell előadni, és a másik az, hogy szívből. Mert akkor jut a másik szívéig. És nem véletlen az, hogy van ember és ember között valamilyen kapcsolat, amit nem tudunk megmagyarázni, mert van, mert működik, mert amit én ott komolyan gondoltam, azt tökéletesen mindenki megérezte és megértette. Tehát nem azért van az embernek az agya, mert, és hát ugye mindig azt mondják, hogy 8-10%-ot használunk belőle, hát azt tudjuk, hogy mire használjuk. Az összes többi is valami funkciót végez ott benn, csak még nem jöttünk rá, hogy mit. És te, bocsánat, hogy érezted magad ott a Csillag születikben? Tehát az RTL nagy stúdiójában, a rengeteg fény, füst, nem körülötted, nem a te produkciódban, de sok táncos nő, meg nem tudom. Szóval, hogy ez a világ? Hát én úgy éreztem magam, én akkor már 25 éve dolgoztam. Ugyanis 90-ben kezdtem dolgozni, ez meg volt 12-22 éve dolgoztam. Tehát ez olyan volt nekem, mintha most elengedtek volna szabadságra. Tehát folyamatosan muszáj volt dolgozni. Édesapám meghalt, valakinek ott vinni kellett a dolgokat, munkát kellett vállalni. Tehát te ott álltál tulajdonképpen a stúdióba, és egy kicsit úgy érezted, hogy része lettél egy úri huncutságnak. Ja, igen, hát olyasmi. Meg olyasmit csináltak, amit szeretek. Igen. Amire soha nem volt se lehetőségem, se időm, se pénzem. És hangosabb a tömeg, mint a földhivatalban, a sorszámosztásnál. Valójában neked az a könnyebbség, hogy ez a pálya számodra sokkal könnyebb, mint az összes többi, amit praktizáltál. Hát ahogy vesszük, mert nagybátyám azt mondta, amikor vége lett ennek a versenynek, hogy hát könnyebb, mint kapálni. Hát mondom, de amikor az ember mondjuk 500 kilométert utazik egy fellépésre, ott leénekel egy másfél órás koncertet, utána meg még 500-at visszajön, akkor azért mellém ütetném, hogy na milyen. És milyen volt mondjuk az első adás után hazamenni Alcsútdobozra, és ott vannak a szomszédok, a rokonok, és azt mondják, hogy láttunk a tévében. Hát amikor a legelső volt, tehát ez 2012. március 17-én volt, amikor az Egy rózsaszát bemutatták, náluk akkor éppen 4 telefon volt otthon, egy vezetékes, 3 mobil. És 1 órán keresztül folyamatosan csöngött mindig valamelyik telefon. Mi 3-an beszéltünk, egy mindig pluszba csöngött. És mindenki le volt döbbenve. Na most innentől kezdve mindenki várt, hogy na mi lesz a következő. Akkor bekerültem az élőadásba, és akkor nálunk ugye szombaton lement az élőadás, vasárnap istentisztelete, minden vasárnap mentem istentiszteletre, függetlenül, hogy mikor kerültem haza. És akkor ott mindig ment az egyezkedés, hogy na most mi volt, most mi lesz, hát mondom, én még nem tudom, majd valami lesz. És én most, hogy nézem az ismétlést, most éppen most adják ezt a szériát, hát komolyan, ott én annyira nyugodt voltam, hogy most, ahogy nézem, sokkal izgatottabb vagyok, meg jobban izgulok, Pedig már mindennek vége van, de valahogyan nem tudom. Tehát akkor nekem olyan lelki béke volt ott a szívembe, ugye amikor elindult az egész, én igazából nem attól féltem, hogy mi fogott történni, mert én mindig szerettem emberek előtt énekelni, hanem ha majd én velem ott elkezdenek kekeckedni a zsűri, hogy állom meg, hogy ne szóljak nekik vissza. Na de tényleg, és a zsűri, most arra nem emlékszem, hogy hogyan állt hozzád az akkori zsűri? Hát meg ki volt az akkori zsűri? 3+1. Hát ugye Puzsér volt az egyik oldal, és akkor Hernádi Judit, Hajós András, meg Pokorny Lia volt a másik. Akik melletted álltak végig, és hát a Puzsér meg időnként belé szállt. Puzsér is mellettem állt, mert avval, hogy ezeket mondta, rengeteg szavazatot generált, de hát gondolom ezt nem kell bemutatni, miért vannak ilyen zsűritagok. És mit tudtál kezdeni azzal, most akkor ne személyesítsük meg Puzsér Róbertet feltétlenül, de mondjuk mit tudtál kezdeni azzal, amikor negatív kritikákat kaptál? Hát én azért tudtam helyén kezelni, mert amikor olyat mondott, amit úgy gondolom, hogy meg lehetett szívlelni, azt megszívleltem, de mikor olyanokat mondott, hogy énekeltem az ajólovas katonának a Hári Jánosból, és azt mondta, hogy nem jó háborút idealizálni, nem jó lövészárokban meghalni, és ezt a dalt akkor se énekeljem, hogyha a románok a Tiszánál járnak, most ebben mit lehet kezdeni? Ez egy népdal. Hogyha mindenki így állt volna hozzá, akkor már rég nem beszélnénk magyarul ebbe az országba. Visszatérve még a Laci kérdésére, ahonnan idáig keveredtünk, hogy akkor hogyan definiálnád magadat művészként? Hogy te milyen énekes vagy, milyen dalokat énekelsz? Hát végül is a névjegykártyámra az van írva, hogy magánénekes, és operett, táncdal, musical, magyar nóta dalokkal vállalok fellépéseket. De ezt én annyira nem tudom lesarkítani, mert nagyon sokfélét éneklek. Mire van leginkább igény mostanában, tehát 2022-3 tájékán? Hát most, hogyha a báli szezon van, akkor inkább az ilyen operettek, meg táncdalok, de azért az a közösség, akik meghívnak általában, azért elvárják, hogy akár az Egy rózsaszát, vagy a Hazám-hazámot elénekeljen. Az a fura módon a te slágereiddé váltak, a Csillag születiknek köszönhetem, hogy emblematikus előadások voltak ott a tehetségkutaton belül. Engem még az is érdekelne egyébként, hogy mégis miért érezhettük úgy, és lehet, hogy ez a mi hibánk, hogy a Hová Tűnt című műsorunkba hívtunk meg téged. Szóval, hogy azért nagyon sok felépésed van, de nem vagy az előtérben, nem vagy a bulvársajtóban, nem szerepelsz tévéműsorokban, nem pörgeted a szerencsekereket. Igen, csak hogy ez tudatos eltűnés a részedről, vagy nem hívnak? De sose hívtak ilyen helyre. Tehát bizonyos fokig óvatosan kell ezzel bánni. Én úgy érzem. Tehát én nagyon sok színészt láttam már, aki mindenféle dolgot elvállalt, és utána elkezdett egy komoly filmbe játszani, és nevetségesé vált benne. Tehát most, ha én mindent elvállalok, mindent, akkor én a Hazám-hazámot nem tudom hitelesen elénekelni. Mert akkor nevetségesé válok vele. Tehát bizonyos szintet kell tartani ezekkel a művekkel. Szerintem. Én legalábbis úgy érzem. De soha nem hívták semmilyen műsorban? Nem. Egyszer hívtak, mikor újraindult a Csillag születik, ugye akkor volt előválogató, de aztán kiderült, hogy nincs olyan gárda, akivel egy műsort meg lehet csinálni, akkor meghívtak. Egyszer volt egy karácsonyi műsor az RTL-be, amire meghívtak, ott énekeltem egy álomdalt, aztán én ott többet nem voltam. Bánod? Nem, de hát most, hogyha nem hívnak, nem megyek. Hát most én, az ember minek fusson olyan szekér után, ami nem. De ha mondjuk meghívnának egy főzős műsorba főzni? Hát nem tudom, meg kell tudni egyetem, mit kell csinálni, mert amit mi látunk, azt gondolom nem ugyanaz, mint ami ott történik. Hát ennyire azért én sem vagyok amatőr. Csak mert ugye mondtad, hogy úgy gondolod, hogy van tehetséged a főzésben, azt egyébként mire alapozod? Vagy alapoztad ezt a mondatodat? Tehát, hogy mit és hogyan tudsz főzni, és mennyit főzni? Na jó, gyerekek, itt ti körbeírjátok a tutit, én elárulok neked valamit. Én a Tomival beszélgettem ezelőtt, mert mi most találkozunk először, de a Tomi dolgozott abban a bizonyos Csillag születikben. Igen. És elmesélte nekem, hogy tulajdonképpen te mint egy rendes, úgy van, mint egy rendes, egészséges vidéki ember, hogyha megy valamilyen másik helyre, megjelentél mindig egy kosárral. Hát főleg úgy, hogy nem adnak enni. Mert hát ott most ilyen chipsek voltak, meg sósmagyorok kirakva. Hát ez nem emberi étel. Hát Na most avval nem lehet egy operáriát elindítani. Itt is minden... az van, most nem hoztál nekünk semmit. Elmeséltem, hogy mindent hoztál, annak kérdeztem, hogy hozzak-e valamit. Hát de most mondtam volna egy oldalszalonnál. Hát miért simán van. Hogy nem mondtad volna. Ha megkérdezés nem válaszolsz, én még ilyet. Miket hozott akkor? Hát tulajdonképpen saját készítésű sonka volt, szalonna volt, Isza nénitől hoztam akkor a rendezvú cukrászdából süteményeket, igen. De hát akkor rengeteget tényleg, tehát akkor... Komolyan figyelj, könnyek. De én emlékszem, Isza néni rendezvú cukrászdás süteményével. János kosarakkal, ezért ott voltak. Kolbász is pálinkát, volt. Hát igen, de kolbász is volt arra is. Rengeteg, igen. Rengeteg, igen. Doping, gyerekek, ez doping. Hát ez doping, ez nem korrekt. Én csak szólni szeretnék, hogy még az operatőr is bólogat. Tehát voltak ott többen. Igen, többen voltak. Igen, már azt láttam, tehát mikor ott megfőpakolva megjelentem, akkor mindenki ezt, jaj, vannak bolynak. Na most nem hiszem, hogy én nem, ezért nem estem ki, de... Dehogy. Azért egy ilyen igazi szívbéli magyar vendéglátó, mert ugye, hogyha az ember elmegy vidékre a mai napig, hát akkor mindenki kiteszi szívét, lelkét, hát az azért úgy melengeti a stáb szívét. Hát jól esett. De nem ezért jutott el tovább, és tegnap kaprostúros lepényt sütöttem. Kaprostúros lepényt? De most nekem lett könnyes. Na, ugye? Az jól hangzik. Azt mondd el nekünk, hogy csajok nem rökködnek körülötted? Hát én nem tudom, tehát biztos, hogy elég az elején nagyon sok olyan érdekes üzenet volt, amit nem tudtam hova tenni, hogy most ez kinek szól nekem, vagy a Csillag születik győztesnek. És aztán úgy hál' Istennek ezek lekoptak. Tehát ilyen, most az ember fölösleges bonyodalmat nem csinál magának. Tehát ezek nem őszinte dolgok. De nyitott vagy még? Én az Isten kezébe teszem, mint mindent, ezt is. És aztán majd is úgy lesz, hogy ő akarja, mert ez az egész tehetségkutató, meg az egész életem is úgy alakult, hogy az a magabiztosság és az a nyugalom, ami ott belőlem áradt, az abból áradt. Abból, amit én ott éreztem, hogy én ott rosszul nem járhatok. A reformátusoknak elmondata különben is az, hogy ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk. Úgyhogy ebben én, meg hát mikor én konfirmáltam a mi gyülekezetünkbe, akkor a heidelbergi KT első kérdésére választ kellett mondani. Ez egy 15 soros körmondat, aminek a közepében van egy ilyen rész, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál sem esetik le a fejemről. És az ember ebbe úgy bele tud nyugodni, és aztán azóta rengetegszer megtapasztaltam, ahogy minden éven is, hogy azt gondolom, hogy na, idén vége, és akkor jönnek, egyik koncert hozza a másikat, és ami igazán nekem szellemileg, lelkileg, művészileg a legfelemelőbb, azok a templomi koncertek. Tehát amikor ott csend van, mindenki rám figyel, és akkor az ember tud varázsolni. Mert gyakorlatilag ez az, hogy abból, amiben benne van egy ember, abból ki tudom ragadni, át tudom a lelkét melegíteni, az Isten felé tudom fordítani, és akkor más emberként megy ki. Most egy fesztiválon, mikor ott esznek, isznak, pelenkáznak, ott hazám énekelni. Még ezt a pelenkázást hagyjuk is. De hát itt van egy jósvázájú srác, aki dalol, hogy csak na. Ért állathoz, földhöz, növényhez. Kaprostúrós lepényt tud sütni. Jó egzisztenciája van. Hát én nem hiszem el, hogy a csinos hölgyek nem repkednek körülötted, vagy repkedtek. Nem is hiszem, hogy ez így, mert ez most ilyen felhívás keringőre. Nekem bőven elég volt, amikor ez repkedett, és ebben nekem nem kell. Nem? Nem. Fontosabb a nyugalmad? Igen, meg az, hogy elhiggyem, hogy az Isten akarja, akkor lesz, ha még nem akarja, akkor meg az úgy jó. Jó, hát azért nagyon sok rossz dolgot lát az ember, ami aztán gyakorlatilag az ember életét tönkre tudja tenni, mert ha lelkileg összetörik, akkor az magával hozza a testi problémákat. És te stabilnak érzed magad így, ahogy vagy, lelkileg, igen, fizikailag, igen, minden szempontból. Igen, ha ezt akart az Isten, akkor úgy jó, ha meg nem, akkor meg majd úgyis meg fog történni. Tehát most azért még fel nem adtam semmit, de nem ez az elsődleges. Hát én nagyon örülök, hogy megismertelek. Kicsit sajnálom, hogy a Csillag születik alatt én nem mehettem a kóvászból, meg a szalonnából. Eddig a lúzerségét meg nem tudom hova tenni, mert hogyha tegnap sütöttél kaprostúrost, akkor akár abból ide is eshetett volna, de most már mindegy is. Fél tepszével maradt még ott. Na, még maradt is. Most már a kezemet is elmályosodat. Hát értetek egyáltalán ilyet? Nekem, elmondom neked, nekem a nagymamám olyan kaprostúrós rétest csinált, hogy amikor rétes, kimondta. Nekem rétest csinált kaprostúrost, viszont én azt annyira imádom. Annak speciális íze van egyébként. Igen, hát a kapor miatt egyébként. És nem tudom, szerintem a nagymamám halála óta nem hallottam a kaprostúrós. Hát a világ legegyszerűbb. 1 kiló liszteszke, 2 tojás. Akkor egy fél liter tej, 5 deka élesztő, pici só. Nem most a tudatlannak cukor. Magyarázhatod, hogy... Hát mi? Hát most mindenki így kezdi. Senki úgy születik, hogy tudja. Egyszer csak kiderül, hogy én titkon jó vagyok kaprostúrós. Hát simán lehet. Enni. Hát a motivációd megvan. A motivációm az megvan. Nagyon szépen köszönöm, hogy megajándékoztál minket ezzel az órával. És további nagyon sok sikert kívánok. Viszont kívánok. Köszönjük szépen. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Iratkozz föl, nyomd be a csengőt, és azonnal értesítést kapsz új tartalmainkról.